Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Itt a jó idő, a strandolás, bográcsozás és kirándulás a legkedveltebb időtöltés. Történelmi zsilipnyitás, most először töltötték fel a tolnai holták vizével faddomborit. Beiktatták a lelkész asszonyt, először szolgálja hölgy a bogyiszlói református híveket. Berény nevű települések találkozója, ezúttal Diós Berény volt a házigazda. Sokan kihasználták a hétvégi jó időt, a kánikula megérkeztével egyre többen mennek le a vízpartokra strandolni vagy szápozni. A legközkedveltebb szabadidős tevékenységek közé tartozik még az erdőben túrázás, a bográcsozás és a grillezés is. Strandolóktól volt hangos a dunai holták Domboriban, ahol az alacsony vízállás sem rettentette el a kikapcsolódni vágyókat. Rengetegen döntöttek úgy, hogy a vízpart mellett pihennek. Frast Roland elmondta, munka után érkezett a baráti társaságával Paksról. Bízik abban, hogy egész nyáron hasonlóan jó időjárás lesz. Jó a víz, az alja kicsit hideg, jó, lehet benne úszni, meg lehet frisbizni, labdázni, úgyhogy gondoltuk, hogy ez a legegyszerűbb. Jók a vendéglátóhelyek, lehet fagyit enni, lángost enni, sörözni esetleg. Többen a csónakot, szapot vagy a vízibiciklit is kipróbálták. Nagyon jó a víz, tényleg nagyon jó, kellemes, akkor bemegy az ember, akkor se hideg. A nem áttetsző vízfelület olykor veszélyes lehet, mert az ember nem látja, mi van a vízfenéken. Mi arra befele bementünk a bátyámmal. Tiszta csak annyi, hogy amikor mondjuk én most zoknit húztam fel, az zokni nélkül szétvágja a lábad. Nem csak a vízpart volt népszerű pihenőhely a hétvégi kánikulában. Voltak, akik inkább szabadtéri családi programot választottak. Szerintem lemegyek a nagyszüleimhez, ott lesz az egész család, szokásos nagyszülős köszöntés, hogy egész héten nem találkoztunk, aztán egy jól megérdemelt ebéd. Mások inkább az aktív kikapcsolódást választották. Biciklizni megyek a havárjaimmal Domboriba, aztán ott strandolunk, fürdünk, ilyesmi. A meteorológiai előrejelzések alapján a kánikula hétfőn tetőzött, a hét többi napján hűvösebb idő várható. A nyár legközelebb hétvégén robban be újra. Elmerült egy személy úszás közben június 19-én vasárnap a Dombori holtágnál. A helyszínre a FAD Nagyközség Tűzoltó Egyesületet riasztották. A fadi tűzoltók közösségi oldalán közzétett információk szerint a tolnai lánglovagok is a helyszínre vonultak, és mentőautó is érkezett. Ezt megerősítette Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője is, aki hozzátette, hogy egy felnőtt férfit keresnek. Idén 130 ezer forinttal többet száll nyaralásra a magyar lakosság a járvány előtti időszakhoz képest, derült ki egy felmérésből. A legutóbbi 2019-es kutatás eredményeivel összevetve jelentősen nőtt azok aránya, akik vakációzni mennek, és szembetűnő az is, hogy egyre többen költenek 200 ezer forint feletti összeget üdülésük során. Az utazási kedv mellett az elköltött összeg is kiugró emelkedést mutat, 169 ezer forintról 301 ezer forintra nőtt a nyaralásra szánt átlagos összeg, mindemellett csökkent azok aránya, akik 50 és 100 ezer forint közötti összeggel számolnak az utazásra, és nőtt azoké, akik többet terveznek költeni 200 ezer forintnál. A megkérdezettek legnagyobb része félretett jövedelemből fedezi a nyaralás költségeit. A legnépszerűbb hónap a nyaralásra továbbra is az augusztus. Történelmi pillanatnak voltak tanúi stábunk tagjai, most először fordult ugyanis elő, hogy a tolnai Duna holtágából vizet engedtek át Faddomboriba. Erre azért volt szükség, mert az aszályos időjárás miatt szokatlanul alacsony a vízállás a népszerű pihenőhely medrében. A zsilip megnyitásakor kollégáink is a helyszínen voltak. Négy erős kéz kellett a két hatalmas zsilipkő megemeléséhez. Pénteken kezdték el feltölteni a tolnai Dunaholták vizével Faddomborit. Ilyen műveletre eddig még soha nem került sor. Ez egy történelmi jelentőségi pillanat. Most nyitottuk meg a Bartal zsilipet. Eddig mindig a Faddombori holtákból adtuk a vizet Tolnának, most ez fordítva történik, most Tolna adja a vizet a Dombori holtágnak.
Ez sajnos a nagy asszálynak betudható, hogy nagyon alacsonyak a holtágak vízszintjei. A mostani feltöltést nehezíti, hogy annak idején, amikor a zsilipet tervezték, nem gondolták, hogy valaha a tolnai holtákból kell majd Domboriba vizet engedni, így a lejtés is pont ellentétes az áramlással. Látható viszont, hogy a víz ennek ellenére elindul Domboriba. A cél, hogy a mostani 104 cm-ről 112-re emelkedjen a szint. Ahhoz viszont, hogy a népszerű pihenőhely egész nyáron biztonságosan tudjon üzemelni, további betáplálásokra is szükség lesz még. Azt kell mondanom, hogy ilyen 140-es vízszintnél biztonságosan tudunk üzemelni. Tehát az az a vízmennyiség, ami nem okoz problémát, tehát nem szaporodnak fel benne a baktériumok, illetve az algák sem. Faddon és Domboriban egyébként a helyiek gyűjtést is kezdtek. 11 millió forintra van ugyanis szükségük ahhoz, hogy a vízügytől plusz betáplálást kapjanak. A pénzből több mint 8 millió már össze is gyűlt. A háborús helyzetben a kormány indokoltnak látja az ástoppok fenntartását, ezért az élelmiszer és a benzinástoppot október 1-jéig, a hitelmoratóriumot és a kamatstoppot pedig december 31-jéig meghosszabbítja. Ezek lejártát megelőzően döntenek majd arról, hogy fennállnak-e azok a körülmények, amelyek a további meghosszabbításra okot adnak, jelentette ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A jelenlegi helyzetben fontos, hogy amennyire lehet mérsékelni Magyarország határain belül a világgazdasági hatások ellenére az inflációt, annyit mindenképpen tegyünk meg, és Magyarország, a magyar kormány a lehető legtöbbet teszi az infláció mérséklése érdekében. A rezsicsökkentés megvédésével és az árstoppokkal elértük azt, hogy 5-6%-kal alacsonyabb az növekvő energiárak miatt, már inkább 6%-kal alacsonyabb az infláció, mint amennyi egyébként lenne ezek nélkül, az intézkedések nélkül Magyarországon. A globális minimum adó bevezetése adóemelést, a versenyképesség csökkenését és munkahelyek megszűnését jelenteni Magyarországon, ezért a kormány a nemzetközi nyomás ellenére sem támogatja az erről szóló uniós irányelv elfogadását, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Luxemburgban pénteken. Varga Mihály hangsúlyozta, Európa olyan adóteher bevezetésére készül, amely lassítja, nehezíti az európai gazdaságokat, amíg mások kivárnak és nem készülnek ilyen típusú adóbevezetésre. Magyarország nem gondolja, hogy amikor az energiaárak emelkednek, amikor a családokra nehezedő terhek gyarapodnak, amikor a vállalatokra leselkedő kihívások száma növekedik, akkor erre az intézkedésre sort lehetne keríteni, fogalmazott a pénzügyminiszter. A magyar családokban a gyermekek megszületése sorskérdés, amelyhez a kormány minden segítséget szeretne megadni, mondta a Belügyminisztérium gondoskodás politikájáért felelős államtitkár szombaton. Fülöp Attila kifejtette, hogy a gyermekek megszületése egyrésztől a család továbbélése, nevének fennmaradása szempontjából sorskérdés, másrésztől a nemzet fennmaradása és megmaradása szempontjából is. Szükség van a gyermekeinkre, hogy legyen, aki a magyarságot tovább viszi, fűzte hozzá. Kiemelte, hogy az elmúlt években és ezekben a hónapokban is több mint 230 milliárd forintból mintegy 22 ezer új bölcsödei férőhely létrehozásáról döntött a kormány. Új református lelkészt iktattak be Bogyiszlón június 18-án szombaton. A lelki pásztor egy hölgy, igaz Melinda Sára már több mint két évtizede választotta ezt a hivatást, azt mondja, Bogyiszlót azonnal megszerette, amikor először belépett a településre. Énekkel és zenével köszöntötték a bogyiszlói zenekar tagjai, valamint helyi hagyományőrzők a falu szombaton beiktatott református lelkészét. Igaz Melinda Sára a község 43. lelkipásztora, és egyben az első nő is, aki ilyen szolgálatot vállaltott. Másfél éve érkezett a településre, azt mondja, a tájat és a helyeket egyből a szívébe zárta. Különösen megkatotta, hogy a mostani ünnepi istentiszteletre is hetekig készültek a bogyiszlóiak.
Tényleg, mint ahogy egy lakodalmat régen megszerveztek itt Bogyiszton, hát itt régen több száz fős lakodalmak voltak. És akkor ebbe így egy kicsit így betekinteni, hogy milyen az, hogy be kell szerezni a tyúkot, le kell vágni a birkát, ki az, aki esetleg a süteményt süti. Tehát ezek az ilyen hétköznapi dolgok, apró dolgok, de amiből összeáll egy nagyon szép dolog. A frissen beiktatott lelkészasszony, aki 25 éve választotta ezt a hivatást, tele van tervekkel. Most éppen helyi gyerekeknek szerveznek nyári tábort. Mozgékony emberek, mozdítható emberek, nyitott emberek az itteniek, és szívesen mennek. És a gyerekeknek is ez nagy élmény, és olyan jó, hogy az egyházi táborok és az egyházi rendezvények előtt nyitottak ők. Az ünnepi istentiszteleten a bogyiszlóiak mellett az egyházak képviselői, valamint politikusok is részt vettek. Diós Berény volt a házi gazdája az 1996-ban életre hívott Berény nevű települések soron következő találkozójának. A rendezvény alkalmával a delegációknak lehetősége volt megismerni a Tolna megyei település értékeit, a jó hangulatú ebédet követően pedig kulturális műsorok sora tette lehetővé, hogy hagyományaik is megelevenedjenek. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. A Diós Berényi napraforgó óvoda műsora köszöntötte a Berény nevű községek találkozójára összesereglett delegációkat, akik 1996 óta minden évben máshol tartják összejövetelüket, idén a Tolna megyei település volt a vendéglátó. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője remek közösségformáló eseménynek tartja a több mint 2 évtizede zajló rendezvényt. Jó látni azt, hogy a járvány elültével most már újra meg lehet szervezni a falunapokat, fesztiválokat, találkozókat, így például a Berény találkozót is. Diós Berény most a házigazda, az országból 12 helyről jöttek még berények, berényiek, és az ország minden tájáról egyébként, Nyugat-Magyarország, Somogy, illetve Észak-Kelet-Magyarországról, és egy napot együtt töltenek el. Ezek között vannak nagy települések és kisebbek egyaránt. A legkisebbről akár az egész falu eljöhetett volna, ez Iklan Berény, hiszen 40-en lakják azt a települést, 80 itt is vannak közülük. Az összejövetel célja egy jó hangulatban közösen eltöltött nap, ahol megmutathatják egymásnak településeik értékeit. Ezek a találkozások arra is rámutatnak a házigazdák számára, hogy településük a fejlődés útján jó irányba halad-e. A turistaként érkezett vendégek visszajelzései sok mindent elárulnak. Ilyenkor mindig az a furcsa, hogy amikor tényleg nagyon messziről is jöttek, több száz kilométerről is jöttek ide emberek, és mindenki el van ájul ettől a környéktől, tehát a Tolna megye, Tolnai hegy hát, tehát az a dombság, azért ez sok embert megfog, és mi ezt itt helyben meg nem érezzük, tehát nekünk ez tök természetes, hogy itt szép dombok vannak, erdők vannak, jó a szép levegő. Igazából ilyenkor ébredünk rá, hogy amikor mások mondják ugyanezt, hogy ez egy jó hely, és akkor ilyenkor egy kicsit azért lelkesedünk, hogy hát akkor van is valami lehetőség benne. Az 1996-ban életre hívott Berény nevű települések találkozója a jövőben is folytatódik tovább. A szervezés feladatát Diós Berény alpolgármestere át is adta a vándorzászlóval együtt Vörös Berény alpolgármesterének. Regionális híreink következnek. Megújuló energiák nemzeti laboratórium új technológiákat fejlesztenek Pécsen. Nem hallgatnak senkire, a szakma kihagyásával nevezték ki az igazgatót Pécsen. Balaton fagyija 9 cukrászda nevezett a versenyre. Megújuló energiák nemzeti laboratórium ezzel az elnevezéssel hoztak létre egy új kutatási központot Pécsen. Az egyetem és még 9 konzorciumi partner célja az energiaellátási technológiák biztosítása. 2 fő területtel foglalkoznak a szakemberek, ezek a hidrogén technológiákra és a széndioxid hasznosítására fókuszáló programok.
több mint 6,3 milliárd forintból alakították ki a Pécsi Tudományegyetemen a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratóriumát. Erről számoltak be az intézményben, amely bejelentésen részt vett a Technológiai és Ipari Minisztérium minisztere is. Palkovics László előadásában hangsúlyozta, hogy már napjainkban is fontos szerepet játszanak a megújuló energiaforrások, és arra kell törekednünk, hogy minél inkább csökkentsük hazánk energiafüggőségét. Azt is elmondta, hogy nem véletlenül a Pécsi Egyetemen hozták létre a laboratóriumot. Az egyetem szeretné magát pozícionálni általában a fenntarthatóság területén, és ezen belül különböző technológiai területeken. Na ezért lett az a döntés, hogy akkor a megújuló energiák nemzeti laboratóriumnak a központja a Pécsi Tudományegyetemen lesz. Ugye az egyetemnek van egy, megkapták a Karolinabányát, meg fel kapni a Karolinabányát, azt át szeretnék alakítani egy milyen ökológiai demonstrációvá, de például azt, hogy befedjük napelemekkel a felületét, és egyébként megnézzük, mi mindent tudunk hasznosítani. Az uniós támogatásból a Széchenyi Terv Plus program keretein belül megvalósult projekt két fő tématerülettel foglalkozik, amelyek a hidrogén technológiákra és a szén-dioxid hasznosítására fókuszáló programok. Köszöntőjében a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára úgy fogalmazott, hogy ez a lépés illeszkedik az idei év stratégiájába. György László kiemelte, hogy még nagyobb összeget fordítanak a felsőoktatás támogatására. Azért költünk a korábbi 210 milliárd forinthoz képest 400 milliárd forintot az egyetemeinkre 2022. január 1-től, mert azt látjuk, hogy a folyamatosan változó és veszélyes világunkban úgy tudjuk megőrizni a magyarságot, a magyar kultúrát, a magyar életet, a magyar gondolkodást, hogyha a tudástermelő rendszereinkre lényegesen többet költünk. A projektet egyébként a 10 konzorciumi partner telephelyein valósítják meg. További cél még a zöld és digitális átállást támogató felfedező kísérleti megközelítésű kutatások indítása. Ennek érdekében a következő 3,5 évben kiépítik a kislábnyomú energiatechnológiák bázisát. A pécsi kulturális élet arcú csapása, ami a nyári szünet előtti utolsó közgyűlésen történt, véli a polgári oldal képviselője. Ugyanis a művészeti tanács meghallgatása és pályázat kiírása nélkül került új vezető a Zsolnai Örökség kezelő élére. A baloldalon azzal indokolták a lépést, hogy nem az önkormányzat érdekeinek megfelelően hozott döntéseket a volt vezérigazgató. A nyári szünet előtti utolsó közgyűlését tartotta a képviselőtestület Pécsen. A keddi rendes ülésen a Baranyai megyeszékhely kulturális holdingjának visszahívott vezetőjének ügye váltotta ki a legnagyobb vitát. A baloldali városvezető oldal szerint nem az önkormányzat érdekei mentén dolgozott a vezérigazgató, ezért visszahívták. Hiába javasolták, pályázat kiírását a polgári oldalon elutasították. Kineveztek egy igazgatót, aki egyébként a karbantartásért felel. Ez már azért a kultúra világának is egy szembeköpése, fogalmazhatunk így, ezért javasoltam a közgyűlésen, hogy írjanak ki egy pályázatot, illetve hogy a művészeti tanácsot, amit ők hoztak létre, azt szólítsák meg, kérdezzék meg a véleményét. Mind a kettőt elutasította a baloldali városvezetés, tehát sem nem kíváncsiak az általuk is kinevezett kulturális szereplők véleményére, sem pályázatot nem írnak ki, ami egy megfelelő minőségű vezetőt hozhatna. Úgy látjuk, hogy mint minden más a városban, ez is lejtvenetben van a kultúra világa. A Pécsi Művészeti Tanács június 22-én ülésezik. A testületet 2020-ban azért hozta létre az önkormányzat, hogy segítse a város hosszú távú, egységes kulturális stratégiájának kidolgozását. Feladatuk még a koncepcióalkotás és a Pécsi Közgyűlés döntéseinek előkészítése. Tagjai a helyi művészeti élet kiemelkedő alakjai. A frakcióvezető attól tart, hogy a történtek után lesznek, akik lemondanak helyükről a tanácsban. Elfogták azt a pécsi fiatalt, aki vállon szúrt egy embert. Veszekedésből jutottak odáig, hogy kés került elő. A rendőrség nyomoz az ügyben. Pécsett vagyunk a Hengermalom utca és a Mohácsi út találkozásánál. Ezek azok a belső udvarral rendelkező lakóházak, ahol kedden egy szóváltás végén vállon szúrt férfihoz kellett mentőt és rendőrt hívni a helyieknek. A rendőrség ügyeletére arról érkezett bejelentés, hogy Pécsett a Mohácsi úton egy férfit megszúrtak. Kollégáim a beszerzett adatok alapján megállapították, hogy egy 19 éves helyi férfi előzetes szóváltást követően annál elévő késsel vállon szúrta a vita partnerét.
A sértett az eset során 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Őt információink szerint a mentők stabil állapotban szállították kórházba. A kollégáim a feltételezett elkövetőt beazonosították, elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene súlyos testi sértés miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A helyszín közelében megtudtuk, hogy az eset nem egyedi a szóban forgó házaknál. Egy szomszéd kizárólag kikapcsolt kamera mellett mondta el stábunknak, hogy a környéken többen voltak már börtönben. Van, aki hasonlóan súlyos testi sértés miatt. Kovászos, uborkás, fehércsokis, kesudiós és csokolád és málnás fagylaltot is kóstolt a zsűri az idei Balaton Fagyia versenyen, amelyet 9. alkalommal hirdetett meg a Balatoni Turizmus Szövetség. Ebben az évben 9 balatoni, Balaton környéki cukrászda fagylaltozó nevezett. Volt, ahol egy, máshol két hűsítő édességgel. A zsűri nem csak az íz, hanem a szín, az állag és a kreativitás alapján is bírálta a fagylaltokat. Tavaly a tök magos fehér kávéval külön díjas lett ez a balatonszemesi fagyizó. Idén is rendhagyó ízkombinációkkal készült a cukrász. A királyok csemegéje egy rozmaringos gesztenyés fagyi eperrel rétegezve, a másik pedig az édes semmittevés, ami fehér csokis kesudió málnával. A málnás kesudió alapgondolata már tavaly nyáron megszületett, és ezt folytattuk tovább idén, és gondoltuk újra. A gesztenyés fagylalt alapötlete pedig férjemtől származik, és gesztenye az eperrel kombinálva, és ezt bolondítottuk meg egy kis rozmaringgal még. Jó étvágyat hozzá! Ebbe a balatonboglári fagylaltozóba is kóstolni érkezett a zsűri. Itt már 3. alkalommal neveztek a Balaton Fagyia versenybe. Idén két különlegességgel készültünk. Mind a kettőre mondhatom azt, hogy valamilyen szinten tradicionális. Az egyik egy megyes rétes fagylalt, túrós megyes rétes fagylalt, a másik pedig egy kovászos uborka. A klasszikus fagyik mellett egyre több helyen találkozni különleges ízvilággal. Ezek ötvözéséhez kreativitás és sok kísérletezés szükséges, mondta a tavalyi Balaton fagyjának készítője, aki idén a zsűri tagjaként járta végig a versenyben nevezett cukrászdákat, fagylaltozókat. Lehet újdonságokat becsempészni, mert ugye egyre több a Gulmé Fesztivál is, tehát úgy gondolom, hogy van igény az ilyesmire. Én azt látom, hogy egyre többen nyúlnak bátran különféle fűszerekhez, de különféle zöldségek is megjelennek. Egyre több balatoni és Balaton környéki helyen kapni már minőségi fagylaltot. Ehhez elengedhetetlen a minőségi alapanyag, mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Ha minőségi alapanyagokból dolgozunk és betartjuk a helyes technológiai sorrendet, akkor az véletlenül egy jó fagylalt lesz. Nyilván itt azért minket azokkal tudnak elvarázsolni, hogy még valami kis trükköt, valami kis meglepetést elrejtenek benne. A Balatoni Turizmus Szövetség által meghirdetett Balaton Fagyia versenybe idén 9 balatoni és Balaton környéki fagylaltozó cukrászda nevezett. A zsűri a bírálatkor nem csak az íz, hanem a szín, az állag és a kreativitás alapján is kóstolta a hűs édességeket. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Itt a jó idő, a strandolás, bográcsozás és kirándulás a legkedveltebb időtöltés. Történelmi zsilipnyitás, most először töltötték fel a tolnai holták vizével faddomborit. Beiktatták a lelkész asszonyt, először szolgálja hölgy a bogyiszlói református híveket. Berény nevű települések találkozója, ezúttal Diós Berény volt a házigazda. Kedden szikrázó napsütéses tiszta idő alakul ki, csapadék általában nem várható. Reggel és délelőtt még sokfelé fog fújni erős, gyakran viharos lökésekkel is kísért északnyugati szél. Este, éjszaka változóan gomoly felhős, csillagfényes időben elvétve lehet egy-egy zápor. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!